Ez a Katolikus portál podcast adása. Hit, élet, feltöltődés. Több, mint egy magazin. Tudj meg többet rólunk a Katolikus .ma portálon, valamint a Facebook, Instagram és Twitter oldalunkon. Találjuk meg egymást. Párkapcsolat, szerelem, szexualitás, házasság, gyerekek, család. Találjuk meg egymást. Ez a Katolikus családos podcast műsora. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Köszönjük támogatóinknak, hűséges olvasóinknak, hogy az elmúlt egy évben nyújtott adományaik révén fejlődni tudtunk. Ez jelen esetben egy félkész podcast stúdióban érhető tetten, egy új műsorral, új arcokkal, vendégekkel. Köszönjük! Adományaikat Isten fizesse meg! Szeretettel köszöntöm állandó meghívottainkat, Pécsi Rita neveléskutatót, pedagógust, édesanyját, nagymamát, Felföldi László Pécsi megyéspüspököt, aki kimagasló pastorális múltal rendelkezik a családok védelmében, és Messzén a Tamást, a Pécsi Ciszterci Rend, Nagy Lajos Gimnázium és Kollégium, pedagógusát, nagy családos édesapát, nagyapát. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntelek benneteket! Mitől működik a házasság? Hogy lehet elkerülni a vállás közeli állapotot? Hogy lehet egyensúlyban lenni férfiként és nőként, anyaként és édesapaként a házasságban? hogyan lehet egy életre szóló szeretet kapcsolatot felépíteni az és életben tartani. Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, a kedves hallgatókhoz fordulok, kérlek iratkozzatok fel csatornánkra, és ha Youtube-on hallgatsz bennünket, akkor nyomd meg a csengőt is, hogy ne maradj le a következő adásokról. Itt ül egy feleség, egy férj és egy pap. Mitől működik a házasság? Saját házasságomról beszélek legszívesebben. Pár napja volt a 35 éves házassági évfordulónk, és úgy gondolom, hogy boldogok vagyunk ebben a kapcsolatban. És ha arra gondolok, hogy mitől működik, akkor én úgy gondolom, hogy készültünk rá, így készültünk rá. Tehát keresztény házasságra készültünk, emellett döntöttünk, és úgy gondoltuk, hogy nincs más alternatíva. A nehézségeket meg kell oldanunk, és ebben a, ebben a kapcsolatban kell boldognak lennünk. Én csak ámulni és csodálni tudom a nem keresztény jóházasságokat Én azt gondolom, hogy az Isten a garancia a, a tartós boldog házasságra. mi is már sokszor átgondoltuk otthon a férjemmel a házasságnak a miben létét, és csatlakozom Tamáshoz, mi is most 38 éves házasok vagyunk, már nem régiben ünnepeltünk szintén, és mi is nagyon készültünk. Azt lehet mondani, hogy tényleg becsülettel alaposan és nagyon nagy örömmel készültünk, és azóta is, ugye, hát azt hiszem, hogy az ápolástól, mint hogy minden életnek szüksége van táplálékra és ápolásra, az nagyon fontos, hogy sokaktól tanulhattunk, hogy hogyan ápolhatjuk hétköznap ezeket a, ezt, ezt a kapcsolatot. Talán legtöbbet a, ebben a Sönstadt családi és nevelési mozgalomban tanultunk, ott egy szövetségi létről. Nagyon-nagyon szeretem ezt a, ezt a kifejezését, ezt a, ezt a minőséget ami Kenteni hatja szerint legalábbis úgy áll fel, hogy van egy ilyen ötös fogat, ami minden házasságban egy, egy, megelevenítő kis jelszó talán, hogy állandó és kölcsönös kiegészítés és egység, tehát hogy, hogy számolhatunk egymásnak a más, más típusával, más erejével, másféle gondolkodásával, és ez nem akadály, hanem ez egy kiegészítő egység. Ugyanígy egy ilyen állandó és kölcsönös, hát egy, egy erős elköteleződés, tehát egy megpróbáltatás, és egy, egy ilyen önkéntes függés. Ettől nagyon sokan félnek pont éppen házasságra lépni, de ez azt is jelenti, hogy, hogy hát ahogy a népdal mondja, hogy Ilyed vagyok, rabod vagyok, megkötözött foglyod vagyok, és nem azt mondja, hogy fúder rossz, hanem azt, hogy édesem. Tehát ez egy ilyen, ilyen belemenés, tehát ilyen határtalan belemenés. Hol van a harmadik, az állandó és kölcsönös megpróbáltatás és szeretett tanúság. Ez ugye azt jelenti, hogy nem tudjuk kiszámítani, hogy másik kanyarba, hogy fogunk viselkedni, öt év múlva, tíz év múlva, vagy amikor serdülő gyerekünk lesz, vagy amikor beszól az egyikünk szülője, vagy bármilyen ilyesmi. És a megpróbáltatásra egy ilyen minőségi kapcsolatban a válasz mindig a, hát a szeretett tanúság, hogy nem értelek, de szeretlek. Nem értelek, de a tiéd vagyok. Tehát valahogy ez, ez is benne van egy ilyenben. És az állandó és kölcsönös képviselet, és felcserélhetőség, tehát ez a fajta nagyon-nagyon szoros együttműködés, de hát azt hiszem, hogy ennek az áloga, hogyha így röviden kellene megfogalmazni, mindenképpen az, hogy hogy keressük -e ennek a lehetőségeit és ápoljuk, tehát találjuk ki azt a, azt a formát, és újítsuk meg, és újra beszéljük meg, és újra kezdjük, és lehet hibázni persze, de mindig, mindig, azt gondolom, hogy újra, újra keresni ezt a kiegészítő egységet. Sokat beszélgetek diákokkal házasságra készülésről, és eközben én magam is rácsodálkoztam arra, hogy mennyire erős az, hogy egész életünkben elvisszük magunkkal az egész korábbi történetünket, a párkapcsolati történetünket is. Tehát nagyon nem mindegy, hogy kamaszkortól kezdve hogyan gondolkodik erről a kérdésről valaki, mert az nem működik, hogy tizenévesen, évesen, akár harminc évesen szórakozni akarok, boldog akarok lenni, sok kapcsolatot szeretnék kipróbálni, és aztán majd utána, amikor mindez megvolt kipipálva, akkor jöhet az életre szóló boldog, nagy kapcsolat és család. Tehát ez egyszerűen, gondolom, lélektanilag se, semmilyen módon nem fog működni, és el kell dönteni fiatalon. Hogy valaki családot, gyereket, tartós kapcsolatot szeretne, vagy pedig valami mást. Miben gondolja, hogy megtalálja a boldogságát, és, és akkor abba az irányba kell menni. Az egyház a házasságról mondja nagyon határozottan, mint a kapcsolatról, hogy tökéletesedik és növekszik. És ez tulajdonképpen abban van, amit most nagyon gyönyörűen mondhatok már, hogy ez egy kapcsolat, amit ápolni kell, amit dolgozni kell, amiben vannak próbatételek, vannak nehézségek, de hogy tökéletesedik, az az, hogy, hogy ebben a feladatban, ebben a munkában, ebben a növekedésben, nézni kell, hogy hol tartunk, hol vagyunk, mi az, amin még csiszolni kéne, és mert egy élő valóság, egy kapcsolat. Nem mondhatjuk, hogy van, mert tegnap más volt, holnap megint más lesz, hanem újra és újra dolgozni kell rajta. És a másik, ami, amit most csak érintenék, és talán még kibonthatjuk, nagyon sok szép működő házasságot és nagyon sok válságházasságot ismertem meg, nagyon belülről, méről, és azt gondolom a probléma ott van, amikor az íze elromlik. Tehát ott van minden benne, csak az, az, az a kicsi parányi. Az ételnek a legparányi része az íz, a fűszer. De az a minden ha egy étel ízetlen, ott van benne minden maximálisan, csak az, azok, a, azok a kis pici dolgok. És a kapcsolat, az élet, a család, a házasság, az egyház is, én ezt erre is vallom, hogy, hogy akkor élhetetlen, amikor ezt a kis fűszert valahol sajnáljuk már, már arra nincs energiánk. Odaadtuk az egész életünket a szolgálatra, a családban, feleségként, férként, papként az egyházban. De az a kicsi íz, hogy ehető legyen, élhető legyen, az a derű, amitől más lesz, ezt kell megtalálni, és ezt kell újra és újra megteremteni. És Pekatya, hogy látod, melyek azok az ízek, amelyek elromlanak? te sokat gyújtattál, gondolom, és hát remélhetőleg föl, fölbukkant egy-egy ilyen eset. Ó, erre nagyon-nagyon könnyen tudok válaszolni. Én hál' Istennek nagyon sok családi asztalnál ültem már, és fogyasztottam, meghívott a család egy találkozóra, és megkínáltak bármivel. Nincs két egyforma íz. Nincs olyan, hogy ez a házasságnak az íze, Két ember kapcsolata az megismételhetetlen és megtalálhatatlan máshol. Mert, mert hiába mondunk, és életveszélyes mondani dolgokat, hogy így vagy úgy, mert az a másikkal vagy velem pont nem jön össze, nem működik. Tehát mindenkinek meg kell találni, de a jóisten ezt ajándékba megadta minden párnak és így kezdődött az élet, ahogy itt itt a Tamás mondta, hogy készültünk, azaz megtaláltuk a, a mi ízünket, a mi hangulatunkat, a mi életünknek, a, a kapcsolatunknak a csodáját. De ezt újra és újra napról napra ápolni kell ezt is, tökéletesíteni, növekedni kell ebben, tehát Mindenkinek tudni kell, hogy, hogy mi az ő, ő elégséges íze. Nagyon tetszik, ahogy mondtad, hogy tökéletesedik a házasság, illetve hogy ezt az ízt meg kell tartani, és ebben benne van, hogy ezt meg lehet tartani, tehát ez megmaradhat és azt akartam csak mondani, hogy én nagyon nem szeretem, amikor arról kezdenek beszélni, hogy a szerelem úgy is elmúlik, és akkor átalakul valamilyen ilyen, szeretetté, valami életformává, amit úgy szépen valahogy ki lehet húzni az életünk végéig. Tehát én szeretnék arról tanúságot tenni, hogy, hogy örömben és boldogságban, legalább 35 évig még lehet örülni egymásnak, örülni a kapcsolatnak, a családnak, és, és tényleg jól érezni magunkat benne. Van, esetleg átalakul. Én emlékszem, amikor elkezdtünk járni nekem, két hétig tartott egy ilyen rózsaszín köd, amikor a, a buszon utazva is mosolyogtam, és úgy körbenéztem, hogy nem néze rám valaki furcsán, hogy hogy mi van ezzel az alakkal de tehát változik, fejlődik a kapcsolatunk, de talán ez a legfontosabb, hogy boldog marad, hogy boldogok tudunk maradni benne. Ez érdekes. Azt hiszem, hogy ami a hétköznapi szinten így elhangzott, ez a bizonyos öröm. Ez tényleg egy komoly dolog, de azt lehet mondani, tényleg mi is ezt tapasztaljuk, hogy akárhányszor, vagy talán esetek többségében, eddig, hogyha egymásra gondolunk is, felidőződik ez az öröm. Azt szoktuk tanítani így iránytűként, ahogy kérdezted, hogy mi ez az íz, valóban az íz teljesen, teljesen egyén és teljesen minden nap is változhat, vagy változik is, de az a bizonyos iránytű, amit szoktunk mondani, hogy egy, egy mély és minőségi párkapcsolatra, vagy kapcsolatra egyáltalán jellemző, az egyrészt a kötődés képesség, tehát az, az arra van szükség, talán egyszer máskor majd ezt is körüljárhatjuk, mert nagyon sokakat látunk, akik úgy próbálkoznak, és bizony, hát zátonyra futnak ezek a, ezek a nagyon jó szándékú próbálkozások is, sokszor a kötődés képesség hiánya a ludas, és még kettő dolog nagyon kell hozzá, az intimitás képesség és a szenvedély. És ezek, tehát az intimitás képesség, sokszor emlegetjük, de úgy, hogy konkrétan mit jelent, úgy múltkor éppen elgondolkoztam rajta, hogy az a, az a teljes odaadásnak a képessége, hogy van bennem az a bátorság, hogy odaadom magam, és hát nyilván ez sérülékenységgel is jár, meg, meg sokféle, hát hogy mondjam, kockázattal is, de éppen ez benne a szép. És ugyanígy be tudok fogadni valakit. Tehát ez az inti, hogy közel tudok engedni magamhoz valakit, nagyon, és egészen be tudom fogadni, és a szenvedély. És a szenvedélynek az ápolása, ez bizony, hogy mondjam, olyan manapság olyan félretett, féretet utakat jelent, olyan kis ráadást pedig nem az. Tehát a művészet, a zene, a tánc, a beszélgetés, a, a csak úgy együtt vagyunk, amikor csak úgy hülyeskedünk, csak úgy, csak úgy megteremtjük annak az alkalmát, hogy, hogy, hogy játszunk, hogy akár játszunk a helyzetekkel, játszunk egymással, de ugyanígy a gyengétségnek is a sok-sokféle formája, és tényleg ezerféle formája lehetséges. És ezeket úgy Márójelbetette a korunk, úgy, úgy érzem, mert ez nem praktikus, mert ez nem felvételi anyag, mert ezt nem pontozzák, mert ez nem tartozik hogy a teljesítéseink köré. Pedig, hogyha ezek hiányoznak, akkor valóban tényleg ízét veszti, és hogy így mondjuk, hogy ti vagytok a só, és szép ez a gondolat, a só ízét veszti, akkor mire másra való, mint kidobni, hiába van meg minden más körülötte. Négy éve vagyok vagyunk házas a feleségemmel adósszak meg egy személyes példát. A édesapám, ritkán találkozunk, édesapám meg azt fogalmazta meg utoljára, hogy hát mi négy év után most már valószínű, hogy a, a, a mézesbüdön alján vagyunk, így fogalmazott. És mi fölnevettünk a feleségemmel, hogy hát hála Istennek nem, és milyen jó, hogy nem, de nagyon sokan már manapság már azt látjuk, hogy már eljutnak tényleg a mézesbüdön aljára, és, és hát vállás közeli állapotba kerülnek akár. Melyek azok a tipikus példák, vagy hibák, vagy, vagy esetek, amelyeket elkövetünk, vagy elkövethetünk, és e felé, erre az útra terelnek bennünket? Egy kicsit a felkészülésre kanyarodok vissza. Nagyon, nagyon szép és bölcs Gyakorlatok találhatók az egyházban a házasságra készülő pároknak a, a felkészítésére, ami az egyházon kívül alig le lehető, talán föl. Tehát az a fontos, hogy olyan témákat, amiket a fiatalok valószínűleg egymás közt soha nem beszélnének meg, azokat végig kell beszélni. A házasság előtt, vagy nagyon jó végig beszélni, mert sokkal kevesebb meglepetés lesz utána. És ezekben a programokban, amit az egyház sokszor nyújt házasságra készülőknek, ez, ez megtörténik, máskor meg. Tehát tényleg én ezt biztosan tudom állítani, hogy 6-7 éves együttjárás fiatalok között megtörténhet úgy, hogy ezeknek a témáknak egyikét sem érintik, és ha utána összekötik az életüket, akkor ebből, ebből nagyon természetes módon súlyos problémák következhetnek, mert miért gondolkodnának hasonlóan anyagiakról, a családhoz való kötődésről, jövőről, pénzről, politikáról, vallásról és egy, és egy csomó, csomó egyéb kérdésről, ami fiatalon, a felhőtlen fiatal szórakozás közben nem került elő. Hát, hogyha már tipikusról beszélünk, ez csak egy kicsi része, de egyetértek Tamással én is, a felkészülés bizony, meg a minták, a felkészülés során látott minták, a közösségben érzékel, tapasztalt, akár csak hát jó, nyilván az első mint a szülő, de azért ezek után ugye kinyílik a világ. De nem is ezt szeretném kiemelni, hanem nagyon érdekes, és ez, ez statisztikus, hát százalékosan is kimutatható, hogy az első gyermek születése hatalmas nagy próbakő. Ugyanis addig egy Egyébként ez szépen magyarázható is, hogy a, a minden gyengétségi forma, minden közeledés, minden egymásra figyelés, ugye a párnak a, 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 a közös élménye volt. És ez meg is indítja azokat a, még a hormonális történéseket is az idegrendszerben, és az oxitocin termelést például, ami hát ugye kapcsolati hormon, és mindig azt mondja a testnek, hogy még egyszer, még egyszer kapcsolódni jó. És amikor megszületik az első gyermek, ugye a szüléssel a nőben nagy adag oxitocin termelés, termelődik, a férfiakban is egyébként termelődik apává váláskor is, de nem ekkora, és utána ugye nagyon nagy szüksége is van a kismamának erre, hiszen az a kicsi csecsemő nagyon-nagyon kiszolgáltatott, és, és valóban nagyon megterhelő, hogy minden perce, percemre szükség van. Tehát az oxitocinra nagy szükség lesz, amikor nagyon aranyos, de amikor a harmadik hete nem tudsz aludni, hát hozzávágnád a falhoz bizony, nem lenne oxitocin benned elég, amikor rátekintesz, és az mondja, na gyere, na azért mégiscsak. És ez a helyzet, hogy ez az egész ilyen jellegű gyengétségi kapcsolat áttevődik a gyermekre, hogyha nem figyelünk, és ott a másik megszáradozik a férje, aki eddig rengeteg ilyen, ilyen jellegű gesztust kapott. És hogyha erre, tudatosan is például nem készülünk, ahogy éppen itt Tanás, Tamás mondja, és nem tudjuk ezt előre, hogy ez egy természetes folyamat, így van, de akkor hát hál' Istennek például éppen ezt az oxitocint mindenféle közeledés termelheti. Tehát gondoskodni kell arról ebben az időszakban is, hogy, hogy jusson egymásra időnk, hogy tudjunk egymásra mosolyogni, hogy legyen, legyen alkalom arra, Megint, hogy csak úgy együtt legyünk, vagy akár csak egy rövid időre is, vagy legalább tudatosodjon bennünk, hogy ez nem szándékos eltávolodás, hanem hát egy ilyen próbatétele a kapcsolatnak. Ugyanehez csatlakoznék a kapcsolat mélyéhez. Valójában újat nem tudok hozzáadni, de így fogalmaznám, hogy az én és a te. Egy egészen újat kell, hogy hozzon, és ez a mi. És most nagyon sok házasságban, családban látom, hogy az őrzöm azt, hogy ezt én hoztam, ezt én adtam, ez az én bankszámlám, ez az én keresetem, én adom ezt a háztartásba, én veszem ezt magamnak, ezt az én szüleim adták, ez gyilkos. Ez megöli a kapcsolatot, mert ez nem mi. Mit, adtunk, mit adunk egy kapcsolatban? Az egyetlen visszafordíthatatlan életemet. És ha ezt elkezdem garasokban mérni, akkor a lényeget nem értettem meg. Hát az egyetlen életemet adom oda. Ehhez képest a bankkártya egy nulla. De nagyon fontos, hogy az is a miben legyen benne. És, és a mi életünket kell felépíteni, a mi ízünket, a mi kultúránkat, úgyhogy abban gondolok. Én jegyesoktatáson elmondtam nagyon sokszor, hogy akkor leszel házas, amikor azt kéne mondani, hogy én és azt fogod mondani, hogy mi. Amikor azon kapod magad, hogy nem azt mondtam, hogy én eldöntöm, én majd kitalálom, hanem ráész holnap, majd mi megbeszéljük, és utána válaszolok. Tudom pontosan, hogy ráérek, de nélküle nem fogok ígéretet és döntést hozni. És ez, ezt érzem nagyon-nagyon fontosnak, hogy ez egy mi kapcsolat. Rita említette a, a mintákat. Térjünk egy picit rá a szülői mintákra, mert meghatározóak tudnak lenni. Szokták is mondani, hogy az alma nem esik messze a fájától, ha megeresik, akkor visszagurul. Tényleg így van? Szükségszerű ugyanazokat a hibákat elkövetni? Tiltakozunk kellene mindig, és úgy gondolom, hogy ez, ez így van rendjén. Tehát magunkban megítéljük a korábbi családunkat, és amivel nem értettünk egyet, azt úgy gondoljuk, hogy majd másként fogjuk csinálni. És én azt látom, hogy, hogy tényleg erős a meghatározottság, amit hozunk, de tudunk változtatni rajta azért. És és nyilván ebben is igaz, hogy a saját életünket, a saját szabályainkat kell kialakítani, és, és tudunk változtatni. Lehet, hogy összességében nem leszünk jobbak, de másmilyenek leszünk, és mi leszünk azok azt gondolom, hogy amikor nevelésről beszélünk, akkor mindig nagyon erősen kiszoktuk hangsúlyozni azt, hogy nagyon-nagyon erős a minta. Tehát tényleg az ember az érzelem és mintakövető lény, és a kisgyermek azt tényleg látjuk, hogy, hogy minden, minden, kis porcikájában utánozza, de a kicsi baba az édesanyjának a hang színét veszi először át. Hát akkor azt gondoljuk meg, hogy mennyire erősen beleíródik. Ez csak inkább, hát talán vigasztalásnak is Mondom, akik még most nevelnek, hogy, hogy hatalmas jelentősége van a mintának. Én nagyon hálás vagyok a szüleim mintájának, amit, amit, azt lehet mondani, hogy visszaköszönnek az életem nagyon sok kis és nagy döntéseiben is. De valóban, és amikor tovább megyünk, és nagyon egyetértek Tamással, és hát persze vannak nem jó minták, óhatatlanul is nyilván, hogy mégiscsak tanult dolog a viselkedés, és, és az aktuális kötődések, ahogy így ezt szoktuk emlegetni, az aktuális kötődések, felülírhatják. Tehát, hogyha valakinek nincsenek bizonyos területen, például egy harakkezelésben, vagy egy valamiben egy annyira jó mintája, amit nem szeretne követni, tehát olyan, de érzi magába, hogy a legváratlanabb helyzetekben pont ugyanúgy, még a szög is ugyanaz, amivel bevágja az ajtót, amire esküdött, hogy én sose fogom így, mint apám vagy anyám. Tehát, hogy ezek a minták is felülírhatók. Nagyon nagy munka, tényleg nagy munka, mert egy hosszú bevésődést kell ugye újraírni és újraértékelni, de lehetséges. Tehát, hogyha van utána olyan új mintánk, és ez nagyon fontos, tehát élménnyel, tapasztalattal és érzelmi azonosulással lehet felülírni. Nem lesz elég a tudatosulás, tehát az IQ nem elég ehhez, hogy beláttam, hanem nagyon sok olyan tapasztalat kell. Tehát te kell egy barát, egy vezető, egy atyai jó, jó barát, egy... egy, egy bár, tehát egyszerűen egy érzelmi olyan kapcsolat, és itt most nem akarok túl mélyre menni, de például itt lehetnek a, akár a, a védőszentünk, vagy, vagy, vagy a szűzanya, vagy Jézus, de akkor csak, hogyha ezt úgy látjuk, hogy mint személyes, tehát hogy hogy, hogy bánt az Emmauszi tanultányokkal, tehát hogy tudta őket elkísérni mégis arra az útra, hát ilyenek is sokszor eszembe jutnak, tehát felülírhatók, de csak élménnyel. Tehát van remény, de azért, aki még benne van ebben a nevelési folyamatban, mindig érdemes arra gondolni, hogy, hogy mindennel nevelünk, tehát a lényünkkel nevelünk, az ott létünkkel. tehát a gyerekeinknek mégis ez az első rendű táplálék, amivel ellátjuk őket, de tényleg fölül, fölülírható. Nagyon kettős, mert azok vagyunk, ahonnan jövünk, akarva, akaratlanul, és a házasságnak valójában ugyanilyen kettő tős a, a valósága. Az egyik, amivel kezdted, hogy a mézes bödön és hogy milyen jó és milyen boldogok vagyunk, hogy egymással találtunk, és milyen hálásak vagyunk, és ami már itt elhangzott, hogy Valójában meg kell tanulni, lemondani. Gyönyörűen fogalmazza a Biblia, hogy elhagyja apját és anyját. Ez, ez nem csak az, hogy a szomszédba költözöm, és most már nem ugyanabban a légtérben alszom, hanem lelkileg, érzelmileg, szokás területén elhagyom és meg kell tanulnom, hogy, hogy nem csinálhatom úgy, az a másikat nagyon dühíti, akkor nincs jogom úgy csinálni. És ha a másiknak ez jó és örömet szerez, akkor meg meg kell tanulnom úgy csinálni. Hát ez a kettő azért lemondásokat kell, hogy, hogy hozzon, szüljön a szeretetét a miért. Tehát igenis nagyon fontos, nagyon lényeges az értékeket megőrizni, és ami meg úgy látom, hogy akadály, vagy a másik úgy látja bennem, hogy ez akadály, akkor ez egy gyilkos üzenet, amikor azt mondja valaki azaz, hogy én ilyen vagyok. Ez kapcsolat. Ez, ez nem ilyen vagyok, hanem milyennél leszünk, tökéletesedünk, és növekszünk. Ha ilyen vagyok, akkor te formálódsz, én nem. Itt ért véget a házasság. Ilyen. Lehet, hogy még egy-két évig, öt évig fogjuk húzni, de az valójában ott már véget ért. Még egyszer is azt gondolom, hogy két nagyon jó ember is köthet nagyon nehéz házasságot, nincs két kompatibilis család. Tehát ilyen nincs. A lehető legjobb családokból jönnek esetleg emberek. Szükség van arra, hogy ez a mi kialakuljon, és ez minden esetben lemondásokkal jár. De ez is érzelmi intelligencia, és nem csak belátás kérdése. Hm. Igen a feleségemmel mi úgy fogalmaztuk meg, hogy milyen jó lett volna, hogyha a házasságról, meg még sok másról, ami így a házas élethez kötődik, az iskolába tanítottak volna. Mert hogy kellett volna. Mert olyan óriási dologról beszélünk, hogy hát néha nem ártott volna, vagy nem árt tudatosabban neki állni ennek a projektnek. Ismét egy népszerű kijelentéssel kijelentést hoznék a beszélgetésbe, és, és ezután egy picit megállunk, majd később folytatjuk. Szóval az a kérdésem, hogy sokszor halljuk, hogy szexel mindent meg lehet oldani. Tényleg? Erre való a szex? Biztos, hogy nem. Én azt mondom, hogy tehát a házasságban a szex sokkal inkább mutatja a kapcsolatnak az állapotát. Lemérhető rajta, hogy rendben van, vagy nincs rendben. Sok minden a pár között megjavítani, a, fenntartani a házasságot, biztosan nem tudja magában a szex. Sokszor vezet házassághoz, nem a legszerencsésebb, egész biztos. Nagyon erős hatás a szexualitás. A, az ember életében, de a, de a helye az biztosan nem ez. Én azt gondolom, hogy ez egy hihetetlenül széles téma, ugyanis amit szexualitásnak már csak amikor kimondjuk is, szexualitáson értünk, az egy nagyon lecsupaszított valami. Tehát a szexualitásnak legalább négy dimenziója van. Tehát van egy, van egy, van egy szellemi egység, van egy erotikus egység, ami egy lelki egység, van egy testi közösség, és van egy természet fölötti spirituális egység része. És amikor csak ilyen nagyon egyszerűen a lecsupaszított szexualitásról gondolkozunk, sajnos amikor kimondjuk, már csak erre gondolunk, mindig ez jut eszembe, hogy az egy kutató mondja, hogy hát ez körülbelül olyan szintű, mint hogyha valaki a zenéről csak annyit tudna, hogy a lószörvonót a bélhúrokon kell húzogatni. Tehát azt hiszem, hogy hogy, hogy, hogy sokkal szélesebb mélysége van, tehát nyilvánvaló, hogy hogy a szerepe is sokkal tágabb, és, és tanulható, és művelni kell, és nem old meg minden, nyilván. Sokkal mélyebb a mi világunkban ennek a problematikája, mert pont, amit a mondott, hogy a szexuális lények vagyunk, tehát maga létező. A, a az konkrét nemi élet az ebben csak egy parányi rész. Tehát a férfi és a nő léte, a pap is egy szexuál lény, a férfiként való létnek a, a megélése. És tulajdonképpen ez okoz zavart nagyon sokszor, hogy, hogy a mindennapokban, a, a na, az egész napban nem vagyunk jók és nem azok vagyunk, akiknek lennünk kéne férfiként a nő felé, nőként a férfi felé, hanem, hanem csak azt gondoljuk, hogy majd, majd egy, egy, lesz egy pillanat, és akkor ez megoldódik, és ettől válik zavarodotta és egészségtelenné. Tehát tulajdonképpen itt még mélyebbre kéne menni, de ez most nem ennek az órának a, a titka, hogy a férfi és a nő létnek a szép megélése, akár egy kicsit a vibráló, akár egy kicsit a, a, a mindennapok szürkeségét oldó lét, de ez kell a háttérben. Vagy ugyanakkor, és ez megint egy óriási út, hogy a gyerekek felé, hogy férfiként, hogy vagyok én a gyerek felé, és nőként, mert ő meg ezt tanulja, és ezt fogja megint tovább vinni. Az Isten így teremtett, azért hinnünk kell, hogy jól teremtett, nem pancsár. Tehát Lát, ö, rendben van ez, de jól kell megélnünk. És még egy gondolat, ami, ami itt az elején elhangzott, hogy, hogy mindent megold, vagy fölkészülni, hogy kellett volna tanítani dolgokat, azért azt is el kell fogadni, hogy nem kell mindent megtanítani kaszálni úgy lehet megtanulni, hogy kézbe veszed a kaszát, és elkezded húzni a fűvön. Fát vágni úgy lehet megtanulni, hogy oda teszed a fát, és kézbe veszed a baltát. Tehát nem, a, nem azon kell vacakolni, hogy engem hogy tanítottak meg, mit láttam ott, itt van, álljak bele, és tanuljam meg. Köszönöm szépen! A szexualitással még foglalkozni fogunk, mert óriási és nagyon szép tanítása van a Katolikus Egyháznak erről. Következő adásban folytatjuk a Mitől működik a házasság témát, erre a választ. Most meg köszönöm a figyelmeteket, javaslom és kérlek, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, arra, amelyiken hallgattok bennünket. Ha YouTube-on teszitek mindezt, akkor nyomjátok meg a csengőt is, hogy értesüljetek az újabb tartalmakról. Kérdéseiteket pedig szeretettel várjuk az adás e-mail címére a Találjuk Meg Egymást Kukac Katolikus.ma címre. Az adások végén három kérdést fogunk kiválasztani, azokból, amit ti írtatok, üzentetek nekünk, és azokra fogunk válaszolni, függetlenül az adás témájától. Köszönöm Felföldi László püspökatjának, Pécsi Ritának és Messina Tamásnak a beszélgetést. Találkozunk két hét múlva. Isten áldjon mindenkit, dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy meghallgattad ezt a podcast epizódot. Ha tetszett, akkor kövess minket, iratkozz fel csatornánkra és támogas missziónkat a katolikus.ma per támogatás oldalon. További értékes tartalmakért böngész naponta a katolikus.